Azt mondtam az előbb, hogy a hajdúságból jöttél, de tulajdonképpen Mongóliából, ugye? Onnan eredsz. A név az valójában igen. Egyszer egy világbajnoki döntőben, egy távoló versenyen Mongóliában Ergun mezén, Dzsingiszkán testvérének a földjének a mezén rendeztek egy versenyt, és az volt a kiírás 510 méter, egy táblát raktak ki a mongolok, hogy lőjetek nagyobbat, ha tudtok. És ezen a mezőn 653 méter lőttem a magyar zászló becsületért. Ilyenkor lenne, hogy egy kis taps, azért 653 méter, de úristen átlődni ott a hegyekig, az komoly. És utána odajött két farkas vadász, és azt mondta, hogy te farkas vagy, egy igazi farkas, mert mi, amikor vadászunk a farkasok, akkor látjuk, amikor életre, halálra harcol a farkas, akkor látjuk a szemét, és ugyanezt a szemet láttuk, amikor kilőtted a nyilvesszőjét. Hát egy igazi magyar vagy, és hát ugye ezen vitatkozunk most, hogy honnan eredünk egyébként. Itt zárójelben hadd kérdezzem el meg, hogy te mit gondolsz, hogy valóban viszonylag ott a mongol vidékről, az ugor vidékről valók vagyunk, és azért van sokunkban, hát benned főleg ilyenfajta régi magyar virtus tulajdonképpen? Azt gondolom, nagyon-nagyon keletről származunk, és egykor, amikor még Attila volt a nagyapánk, akkor a mi birodalmunk az ott kezdődött kelet határába, kelet elején, és ott nyugodtan le, ahol a nap térde rogyott a horizonton. Na tessék, úgyhogy akkor van egy kis eredet tudatunk is most a dolgokra. Azt mondtuk az elején, hogy készült egy tűzre, oda fogjuk majd az összes itt lévőt majd csalni, utána meg vissza ide, hiszen jönnek a gyerekek. Mivel készültetek még? Gyerekeket, illetve felnőtteket majd íjászkodással. Megmutatjuk a harcéinknak az erejét, gyerekektől, felnőttektől kezdve. És hoztam erős íjat, hogy ki tudja kihúzni, mit jelent egy erős íj, egy igazi harcé. Lesz nálam egy pár íj, megmutatom, hogy hogyan készül, miből vannak, mik a hatékonysága, mi a lőttávja, és a múltunkról, a magyar zászló tiszteletéről szeretnék ma nagyon sokat beszélni. Köszönöm, de nyugtassatok, mert arra céloztok végig, mert ugye mit leszünk a színpadon. Igen, mindenki biztonságban van. Oké, okay, és hoztál két felvidéki zenészt is a műsor elejére, róluk tudsz valamin? Hogyne. Természetesen hát a jó barátaim, úgyhogy a Dízma családról van szó, és a Csillának a tanító bácsiáról. Felvidékről érkeztek, büszkeséggel a szívükbe, és hamarosan majd megtudják a nézők is, hogy miért is vannak ma itt. Így van, tehát a tanárbácsi Demecs Tamás és Triznya Csilla Losoncról érkeztek, és a kollégák már is. Igen, gyertek majd Csilla, gyere közelebb, légy szíves, középre. Ők kezdik a műsort, vagy te még mondasz valamit? Előbb elkezdem, és a hangulatot fel szeretném vinni, felfokozni, és akkor majd tudjátok. Nekem nem. Remeg és meleg árasztja el a szívünket, amikor a múltunkra, erre a földre, ami magyarnak születtünk, és ez a föld az idők végezete óta magyar volt, és magyar is marad. Azt gondolom, hogy tennünk kell a magyarságunkért, a múltunkért. Egy olyan helyen vagyunk, ahol ha az emberek nem élik a mindennapjaikat, ha elhagyják ezeket a házakat, akkor magára marad ez a hely. És ezt nekünk nem lehet megengedni. Bárhonnan is meg kell erősíteni azokat a helyeket, meg kell erősíteni a szívünket, a magyarságunkat, a büszkeségünket, az élni akarásunkat. Mónus József vagyok, egy egyszerű ember, Hajdúnálásról érkeztem. Boskai harci városából jöttem. Végigjártam a világot Kínától Mongóliáig, Törökországtól Amerikáig, Kanadától Ausztráliáig, és megmérkőztem bárkivel a világon a magyar zászló becsületért. Tettel az tiszta szívvel, békében, barátságban, világversenyeken, és elmondhatom büszkén azt, hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellenem harci tálulőszedbe, vagy harci célulőszedbe világversenyen, és ne győztem volna le a magyar zászló becsületért. Ahogy mondtam, végigjártam a világot, Kínától Mongóliáig. Átültem a Vereckei hágót, azt a hágót, ahol ekkor átállt a mi nagyapánk élt, és belovagolt a lovasaival, a harcosaival. Átültem a Vereckei hágót, átültem a Niagara vízesést, átültem Kanadából Amerikába, belültem Ausztráliába, átültem a Sydney Operaház fölött. És minden kilőtt nyilvesszőm a múltat, a múlt tiszteletét hordozta. Fel akartam hívni a világ figyelmét egy kilőtt nyilvesszővel.
a magyarok büszkeségére, az élni akarásunkra, a földünkre, a falunkra, az embereinkre, a gyermekeinkre. Nekünk büszke magyarként kell élni, értsétek meg! Félre de kell dobni mindig az önzőséget, a kicsinyességet, pénz, politika, intézmény nélkül. Egy világot kell megtartanunk. Ezt a világot, ezt a földet annak idején a harcosaink hívták Szabjával, betolakodók ellen, és megvédtük. És pedig ma, amikor bármi is van körülöttünk, akkor is meg kell mutatni a magyar ember büszkeségét, az élni akarását, meg kell mutatni az erőt. Pénz, politika, intézmény nélkül egymás mellé kell állni, és hirdetni kell a múlt tiszteletét. Vegyünk erőt a múltból. Ezt a földet egykor a Hunyadiak, a Zrínyek, a Rákócziak védték. És nekünk ezt a földet meg kell őrizni. Büszkén. Ezért indultam én el annak idején világversenyeken, hogy legyőzzek mindenkit a világon. Lőttem életem során 30 világrekordot, 10 világbajnoki címet, 4 Eurázsiai bajnoki címet, de voltam Európa bajnok. Voltam Isztambulban 1000-1000 lövő közül a hódító kupájának a győztese. De valójában csak egy egyszerű ember vagyok. Megtanultam, ha kell életre halálra és harcolni az ászló becsületet. És ahogy mondtam, én Hajdúnánásra jöttem. Hajdúnánás volt a Bocskaiak harci város egykor. Annak idején 1605-ben Bocskai felszabadította a jobbágyokat. Pénzt, házat, földet adott nekik. Egy szabály volt csak. Holnap, ha fel kellett ülni a lóra és meg kellett védeni a földünket, ezek a harcosok felültek a lóra és megvédték a földjeinket. Telt múlt az idő. És 1668-ban az én városomat Hajdúnánást a török megtámadta. És minden harcos, aki otthon volt, a piac téren élve megnyúzatott. És minden nőt és minden gyermeket a piacon megöletett. És gondoljátok el azt a büszkeséget, amikor Isztambulban 1000 lövőt legyőzve, ott állsz a dobogón, megmutatod a magyar zászlót békében, barátságban, a múlt tiszteletével, majd megmutatod Hajdúnánás zászlóját. A béke tiszteletével. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy hordozzuk a múltunkat, hordozzuk a magyarságunkat, az élni akarásunkat. Legyünk büszkék, hogy magyarok vagyunk. Védjük meg ezt a földet, neveljük a gyermekeinket, lakjuk be a házakat, és mutassuk meg, vigyük hírül a küzdelmeinket. Itt egy harcos ida, aki évről évre megteremti azt, hogy hónap-hónap után is ez a rendezvény itt legyen. Értsétek meg! A büszkeséget hordoznunk kell, az őseink tiszteletét hordoznunk kell. A magyarságunkat tisztelni kell. A magyarságért tenni kell. A magyarságért egy boldog mosolyal is lehet tenni. Én pedig most ünnepélyesen a mai nap Zabaron, a Hidegfesztiválon megígérem nektek, hogy 2023. május 28-án Isztambulban ott lesz a farkasokkal, a feleségevel, Annával, és legyőzök mindenkit a világon a magyar zászló becsületén. 3000 harcos lesz ellenem. Május 28-áig 32 ilyat fogok készíteni, 3000 nyilvesszőt, és abból lesz velem 7 harcos. 7 nyilvessző, és a világ legjobb íja, hogy legyőzzek mindenkit a világon. Úgyhogy legyetek büszkék, legyetek magyarok, legyetek a múlt tiszteletével a szívetekben éljetek. Én pedig harcolni fogok, értetek a gyermekeitekért. És bárki a világon, ha megmutatja a büszkeségét, a békét, a barátságot, a becsületet, a tisztességet, akkor a világ javáért teszünk. Hát tegyetek ti is a világ javáért. Délután itt lesznek a harcíjaim, 12 órától gyerekekkel fogok itt lőni. Lesz nálam a harcíjaim, amit ember nem tud kihúzni, csak nagyon-nagyon kevés ember, megmutatom nektek. Itt lesznek a farkasok, és itt leszünk a szívünkben, a magyarsággal, a büszkeséggel. Köszönöm mindenkinek, aki ma itt van, hiszen ezzel is teszünk valamit a magyarságunkért. Ahogy a múltban harcoltunk, ma pedig a békében, a barátságban is harcolnunk kell. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm Lászlónak, barátomnak, Vizma Lacinak, hogy elhozta a családját és tanító bácsit. Tehát készültünk nektek egy büszkeséggel, a magyarok büszkeségével. Hallgassátok meg őket, szeretettel Felvidékről jöttek, ahol nem egyszerű magyarnak lenni, mert egy szabály van, tudjátok. Lehetett országhatárokat húzni a földjeinkre. A magyarok történelmi földjeit senki nem veti el tőlünk. Az mindig az idők végezetéig magyar maradt. Béke van,
barátság van a mi földünkön, és ennek így kell lenni. A békét, a barátságot csak az erős rendet tudja megvédeni. Minden gyenge népet eltapostak. Mi pedig magyarnak születtünk. Ahogy mondtam, az Zrínyiek, a Hunyadiak, a Rákócziak leszármazottai vagyunk. Én pedig megígérem mindenkinek, hogy a 209 győzelmem után, a 30 világrekord, a 10 világbajnoki cím után elhozom a harmadik hódítókupát is Isztambulból. A magyarok büszkeségért, az élni akarásunkat, a múlt tiszteletért. Lesz nálam majd egy nyilvessző, amit egy idának majd oda fogok adni, aki tombolán megvásárolhatja, egy harci nyilvessző, ami azt gondolom a múltunkat hordozza majd. És amikor meghallgattátok csilláékat, utána pedig meggyújtom egy harci nyilvesszővel, egy égő nyilvesszővel azt a mágiát, gyertek majd velem. A legutolsó nyilvesszőmet, amit jótékonyságra ajánlottam föl, és Erdélyben található az a nyilvessző, 1,5 millió forintért vásárolták meg. Ma egy tombolán egy harci nyilvesszőt nyerhettek el. Hordozza ez a büszkeségünket, hordozza az élni akarásunkat, mert tudjátok, mi magyarnak születtünk. A zászlónk becsületéért bárkilyen a világon, békében, barátságban, de ha kell, életre halál is. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Köszönöm Zavar és kezdem vendégeim, hogy itt lehetünk. Akkor szóljon, aminek szólni kell. Békében, barátságban a magyar zászló becsületért, az ősi törtelföldjeinkért. Isten áld meg a magyar! Most pedig legyetek a vendégeim, és gyújtsuk meg azt a mágiát itt Zaboron, a Hideg Fesztiválon 2023. január 11-én. Köszönöm szépen! Hogy ma